Tehát az idén első alkalommal rendezzük meg Heves megyében a civil véradást. Ez egy olyan kezdeményezés, amit a miniszterelnökség 2020-ban indított. Ennek ugye az elsődleges oka a koronavírus járvány volt. A civilek akkor kapcsolódtak be egy véradással először a járvány elleni védekezésbe. De szerencsére ez megmaradt, ez a kezdeményezés, így a járvány lassan elmúlik, de szerencsére ennek hagyománya keletkezett. Ez már a sokadik civil véradás. Az idei évben először van megrendezve Heves megyében, mint már mondtam. Tegnap előtt, tehát a szerdai napon Gyöngyösen is 60-ban került megrendezésre, a mai nap folyamán pedig Tegerben, a Hemóban rendezzük meg. Én nagyon szeretném megköszönni, így már lassan a véradás végén azoknak, akik eljöttek és vért adtak, és annyit tudok elmondani, az idei évben még biztosan egy-két alkalommal fogunk véradást rendezni. Én bízom benne, hogy akkor már a Vöröskereszt együtt fogjuk tudni ezt megrendezni.